Most 56 éves vagyok, 14 éves koromtól Budapesten éltem, ott laktam. 6 gyermekem van, mind a 6 ott született, ott neveltem őket, ott jártak iskolába. És hát 5 évvel ezelőtt elveszítettem az otthonomat, ami egy önkormányzati lakás volt. Kórházban voltam, és elfelejtettem meghosszabbítani a lakásbérleti szerződést is. Ezáltal kilakoltattak. Akkor 2 gyermek volt már otthon csak velem. Mind a 2 intézetbe került. Az egész életünk másodpercek alatt romba dőlt. Utcán voltunk ismerősöknél, addig, amíg ismét kórházba kerültem, teljesen kikészülve, és megismertem az itteni tulajdonost a kórházba, beszélgettünk, és ő felajánlotta, ide jöhetünk. Aztán most a nyáron tudtuk meg, hogy elég magas tartozás van a házon, és elárverezték a házat. Úgyhogy ő már el is ment innen, ahogy jöttek ezek a tartozások, meg elárverezték, így lezárta a házat és elment, és ugye mi meg ide lejöttünk ebbe a kis házba, mind a 3 fiam látássérült. Itt élnek ők is. A menyem, a 2 kis unokám és én. Ennyien vagyunk itt, de hát itt el van zárva a víz. Nincs fűtési lehetőség, csak így ezzel a sparheltal. Tudom, hogy ez borzalmas ez a körülmény, és ez nem 2 ilyen pici gyereknek való, de mindent megteszünk azért, hogy mindent megkapjanak. És ha még őket is elveszítenénk, akkor az nagyon-nagyon nem lenne jó. Hát a kisfiú, ő 3 éves múlt, a kislány 2, de olyan okosak, értelmesek, aranyosak, édesek, hogy abba én is biztos, hogy beledöglenék, ha valami bajuk lenne. Ez egy látóideg sorbadás, amit sajnos genetikai dolog, tőlem örökölték. Úgyhogy a legidősebb az már jóformán nem is lát, csak a fényt. A 2 kisebbik, ők még nagyon homályosan. Akár egy teljesen vak ember is, hogyha egyedül él egy lakásban, és megvan mindennek a helye, most főzés szempontjából a konyhába, vagy bárhol, tudom, hogy mit hova teszek, hova nyúlok, tehát ugyanúgy el tudok mosogatni, ki tudok mosni, teregetni, bármit. Tehát bármit meg tudok csinálni, ugyanúgy, mint egy látó ember. Mert ugye az évek során ezt megtanulja az ember. Hát a legidősebbik, ő nem tud menni, ő kapja ezt az aktív korúak járadékát, meg a vak személyi járadékot. A másik 2, ők mennek és dolgoznak. Mielőtt kilakoltattak, előtte férjhez mentem, és most augusztus 22-én halt meg a férjem az 5. kerületben, mint hajléktalan egy padon ott találták meg. Sokat voltunk az utcán. És ez az, amitől nagyon félek. Voltak kint az önkormányzattól, és akkor mondták, hogy ők is tulajdonképpen, hogy nem sokáig maradhatunk itt, mert hogy a bank is, meg bírósági végrehajtó, tehát hogy így eladták a házat. Úgyhogy nem tudom, hogy már hetek kérdése, aztán mehetünk mi is innen.